Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szevasz Bálint, üdvözöllek a műsorban, nagyon örülök, hogy még egy fotóst sikerül bemutatnom a sorozatban. Szia Attila, örülök, hogy itt lehetek. Kedves nézőink, Bálint már a negyedik, ötödik, ki tudja. A előző fotósokkal készült interjúkat itt a sarokban megtaláljátok. Bálint, itt a karácsony. Te mennyire szereted a karácsonyi fotózásokat? Hogy készülsz most a karácsonyra? Imádom a karácsonyt. Kezdjük azzal. Gyerekkorom óta, valószínűleg gyerekkoromból fakadóan imádom a karácsonyt. És most, hogy fotózok, hát ez most megduplázódott ez az érzés, ez az élmény. Úgyhogy igazából nekem már október elején elkezdődik a karácsonyi szezon. Már gondolkozok a dekorációkon, már a karácsonyi zene szól a stúdióban, és szépen október közepétől pedig kattogtatok már karácsonyi dekorációkba családokat, gyerekeket. Adódik a kérdés, oké, karácsony, de hogy nem unsz rá? Vagy hogyan próbálod megújítani, vagy valami más belevinni az ilyen tucat fotózásokba? Ez nagyon egyszerű. Most volt egy éve, hogy fotózok itt Ausztriában. Ez lesz a második karácsonyi szezonom itt Ausztriában, úgyhogy nem nehéz megújítani igazából. Egy fix van nálam, az pedig a karácsonyi kockafotózás. Az az egyik kedvencem, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kreatív megoldásokat találtam ki. Ahogy így néztem az oldaladat, meg amennyire én nézem a karácsonyi fotózást, én nem olyan sok embernél látom ezt a kockafotózást. Lehet, hogy a nézőink se tudják, hogy ez pontosan mit akar. Pár mondatban ezt elmeséled? Ez nagyjából úgy néz ki, hogy a kedves családot beültetem egy 130x130-as kockába, amit saját kezűleg csináltam. Különböző feladatokat, instrukciókat adok nekik, hogy mit csináljanak. Készül egy 30-40 kép, és szépen utána utómunkával, Photoshopba szépen egymás mellé helyezem ezeket a kockákat, és egy történet fog belőle kirajzolódni, hogy mit csinálnak éppen ebben a kockában. Kinéznek a kockából, kopogtatnak egymásnak a falon keresztül, stb. Tehát ebből ez nagyon kreatív. Akkor kitartást a karácsonyhoz, meg legyen akkor sok-sok megrendelő. És ahogy említetted, hogy nem is olyan régóta fotózol. Hogy jött az ötlet, hogy belevágj ebbe a vállalkozásba? Maga a fotózás az lassan egy 15 évvel ezelőtt kezdődött, indult. Akkor kóstoltam bele az extrém sportba. Nagyon sokáig görkorcsolyáztam és BMX-eztem. Emiatt nagyon sok sportújságot, extrém sportújságot néztem, ahol rengeteg kép volt. Nagyon magával ragadott azok a képi világok, azok a beállítások, ahogy a sportolók voltak lefotózva. Már akkor kezdtem gondolkozni, hogy nekem ezzel kellene foglalkoznom. Nagyjából itt indult, aztán volt egy nagyobb szünet, tehát itt konkrétan itt abban is maradt a fotózás dolog, és pontosan 7 évvel ezelőtt vettem meg az első komolyabb fényképezőgépemet. A kislányom születésekor, és onnantól kezdve mondanám, hogy gép volt a kezembe, és autodidakta módon elkezdtem tanulni fényképezni. Úgyhogy innen indult ez a fotózás. Amikor kiköltöztünk 3 évvel ezelőtt Ausztriába a családommal, akkor tudatosult bennem, hogy én szeretnék egy saját dolgot csinálni, én már nem szeretném másnak a malmába a vizet hajtani, szeretnék az álmaimnak élni, és nagyon úgy néz ki, hogy jó úton haladok, szerencsére le is kopogom. Ez nagyon tetszett ez a gondolat, amikor mondod, hogy na, kezedben volt egy komolyabb gép, de nagyon sok embernek a fejében szerintem van egy téveszme, hogy ó, nekem van egy nagyon-nagyon cool, baru, drága gépem, akkor én már fotós vagyok. De ehhez a gondolathoz hogy állsz? Igen, ez pontosan úgy, ahogy szerintem te is hozzáállsz. Úgy gondolom, hogy nem attól lesz valaki fotós, fotográfus, profi fotós, akinek egy komoly eszközpark van a kezében, több százezer forintos gép és automatán kattingatja. Szerintem ez nem ebben merül ki. Viszont egy nagyon jó kérdés az, hogy akkor ki a fotós, ki az a fotográfus? Az, akit elismer a szakma? Vagy az, akit elismernek az ügyfelek? Aki olyan visszajelzéseket kap, de kitől? Tehát, hogy mit nevezünk fotográfusnak, vagy aki elvégzett egy fotós iskolát, és papírja van róla? Úgyhogy ez egy hosszabb téma. Az én véleményem az, hogy nem az a fotós, nem az a profi fotós, akinek egy nagyon komoly gép van a kezébe, és akkor ő már azt mondja, hogy ő fotós. Ez így háttérből jövök, és nálunk is az amatőr, profi, és ott az volt a mondás, hogy aki ebből él meg, aki official, ebből keresi a kenyerét, az a színész, de rengeteg amatőr, vagy rengeteg hobbi színész is tud hasonló, vagy közel olyan jó teljesítményt nyújtani. Jó a téma, foglak még keresni, hogy tényleg ezt jobban kivesézzük akár a fotós területen. És akkor oké, említettük, meg érintettük a karácsony, de az itt karácsonyon kívül is, meg említetted, extrém sportoltál, ez a téma is
érdekel, hogy mit szeretsz még fotózni, mik azok a témák, amiket keresel, vagy mik találnak meg téged? Ahhoz képest, hogy az első fotós élményem az egy extrém sportból fakadt, ahhoz képest életemben nem fotóztam még sportfotót, és nem is tervezek, valahogy nem izgatja a fantáziámat, úgy, ahogy a tájfotózás sem. Én az emberábrázolást tartom hozzám legközelebbnek, szeretem a portrékat, a családi képeket. Igazából a portré is egy nagyon tág fogalom, azon belül nagyon-nagyon sok mindent imádok és szeretek csinálni, a business portréktól kezdve, a családi portrékig, a beállított képektől kezdve a pillanatképekig, tehát a fontos igazából az, hogy egy élőlény legyen rajta, és lehetőleg egy ember. Ha nézzük a portfóliódat, ott nagyon sok babafotózás van. Szerinted az hogy lehet, hogy az elmúlt 5 vagy 10 évben ekkora trend lett az újszülötteket, a kis babákat fotózni? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy úgymond miért lett belőle divat. Ha divat is, akkor egy nagyon jó irány, nagyon szép dolog. Én egy picit bánom, hogy a két gyermekemet annó nem vittük el egy fotóshoz, és készültek róla ilyen képek. Jó lett volna visszanézni azokat a képeket, hogyha készültek volna. Nem tudom, honnan fakad, úgy gondolom, biztos ez is nyugatról származik, vagy érkezik. Viszont örülök, hogy egyre több anyuka vagy szülő gondolja úgy, hogy meg szeretné örökíteni az újszülött gyermekét. És úgy gondolom, hogy ez bátran később is, akár neki, akár az unokáinak nagyon szívesen fogja mutogatni. Mivel nekem is van két gyermekem, ezért nagyon szeretem a gyermekeket. Ezt gondolom, ez látszik a képeken is, akár a családi képeken, akár az újszülött képeken. Úgyhogy én ezért gondolom testnek állónak ezt a fotózási stílust is, és ezért is szeretem csinálni. Valószínűleg a két gyermekemnek köszönhető. Lehet, hogyha ha nem lenne gyermekem, akkor nem merném ezt bevállalni, hogy megfogjam a babát, kicsit megigazítsam a kezét, a lábacskáját, kicsit csimogassam a szemek között, hogy becsukja a szemét. Valószínűleg innen fakad nálam is az újszülött fotózás. Ahogy néztem a portfóliódat, ott azért találtam videót is, egy klippet, hogy ebbe az irányba el akarsz menni, ez a klipforgatás, az hogy jött most neked? Hú, igen, ez egy nagyon érdekes sztori. Good Day zenész ismerősöm keresett meg azzal a dologgal, hogy sajnos a határzárok miatt nem tud hazamenni, ahol már le volt fixálva egy stáb, hogy megcsinálják a videoklipjét. Ezért megkérdezett engem, hogy esetleg tudnánk-e valamit kezdeni, vagy tudok-e videót készíteni, az alkalmas-e a kamerám erre a dologra. Az volt az első válaszom, hogy januártól természetesen, mert most a stúdióm az csak karácsonyi dekorációkkal van teli, úgyhogy azt mondta, hogy az meg késő neki. Úgyhogy vettem egy mély levegőt, végig gondoltam ezt a dolgot, és mondtam, hogy jó, akkor válak sok szeretettel vasárnap a nappaliba. Úgyhogy volt egy kis bútortologatás, ott sikerült felállítani a megfelelő eszközöket a videoklip forgatáshoz, úgyhogy nyomtunk egy ilyen minimálat igazából. De a végeredmény szerintem elég jó lett. Ahhoz képest, hogy egy nappaliba lett fölvéve, és úgymond első filmes voltam. Jó kis emlék, jó kis történet, úgyhogy biztos, hogy majd az unokáimnak ezt is elmesélem. Illetve megmutatom a videoklipet is. És Gábort, az emlegetett művésztőt honnan ismered? Egyszer megkeresett, azt hiszem kora tavasszal, hogy csináljak róla egy portfóliófotózást a zenei karrieréhez, úgyhogy Bécsben találkoztunk a Schwedenplatzon, és ott készült róla egy kis kreatív fotósorozat. Szerencsére annyira elégedett volt vele, hogy később bejött a stúdióba is, meglátogatott, és készültek stúdióképek is róla, ezt követően pedig a videoklip. Úgyhogy nem tudom, mi lesz a következő, lehet, hogy a következő már én is énekelni fogok vele. És akkor nézzünk 2021-re, mert oké, itt a karácsony, eltelik, elmúlik, szép lesz, jó lesz, halálra esszük magunkat Beiglivel. Tavaszra, nyárra vannak már programok, vannak már tervek? 2020-as évben sajnos az esküvő szezon az nem úgy alakult, ahogy terveztem. Ez lett volna az első szezonom, hogy kicsit jobban meghirdetem magam, és kicsit a szakma mélyreások bennem. Ez sajnos nem jött össze, bizonyos vírusügyi okok miatt, ugye mindenki tudja, hogy miről beszélek, de reméljük a jövő év az jobban fog teljesülni, sikerülni. Idén egy esküvő sikerült, jött össze, az is egy nagyon érdekes Covid esküvő volt, sajnos csak polgári szertartás volt, maga a polgári esküvőn is, szertartáson is csak 20 fő vehetett részt, azok is 1 méter távolságban egymástól, úgyhogy elég bizarr és furcsa polgári szertartás fotók készültek, viszont a kreatívok azok úgy gondolom, hogy magukért beszélnek. Tervek vannak, programok még nincsenek, hatalmas terveim vannak, remélem, hogy a 365 nap az elég lesz, hogy az összeset megcsináljam. Akár eszközparkilag, akár fejlődésügyileg minden szinten vannak tervek, és
kis álmok, amiket szeretnék valóra váltani. Úgy gondolom, hogy jó irányba haladok, hogyha az elmúlt egy évemet nézem, ez alatt az egy év alatt mit sikerült elérnem. Úgyhogy nagyon pozitívan állok a 2021-es évhez. Ez egy nagyon jó végszó, örülök, hogy a 2020-as éved is jól alakult, meg jól sikerült kisebb terveket megvalósítani, és akkor nagyobb tervek 21-re jöjjenek össze. Sok sikert ehhez! Köszönöm szépen! Remélem elmesélhetem jövőre neked, hogy miket sikerült megvalósítani belőle. Megbeszéltük. Légy jó és vidám. Szevasz. Sziasztok. Hello. Köszi. Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevasztok.